Sziasztok! Ma egy babgulyást készítek, ugye tegnap készítettem pörköltet, és abból maradt, és azzal fogom majd a levest feljavítani, és lesz belőle babgulyás. Megint a kuktába főzöm, beáztattam előre a babot. Leveshez ugye nem kell olyan túl sok bab. Csomag zöldségzöld, petrezselyem, babérlevél, sárgarépa, fehérrépa, zeller, aztán kerülnek bele a fűszerek, só, és már mehet is a főzés. Fölöntjük vízzel, darab kis paprika, majoránna, kömény, és egy picike bors, kagyma, 2-3 gerez nyugodtan mehet bele. Só, és mehet rá a víz. Kell nézzük itt a jelet, mert csak félig önthetjük fel. Úgy. Fölengedtük vízzel, megsóztuk, elindítottuk a gázt, és mindjárt még egy pici sót én teszek vele, és nehogy sótlan legyen, mert az nem jó. És akkor ezt most a forrás után, tehát mikor már jön ki a gőz, főzzük szépen egy olyan 40 percig. Majdnem elfelejtettük beletenni a vörös hagymát, de még időben szembe jutott, és most tesszük fölni. Nem utassam. Már majdnem jó a bab, nézzétek, eltelt fél óra, már majdnem jó, úgyhogy beleteszem a pörköltet. És még főzzük egy 10 percet körülbelül. Kicsit összeforr, és még főzzük egy 10 percet.